május 15-ig az egységes kérelmekkel együtt kell benyújtani ezt a napozás kérelmet. Azok az erdőgazdálkodók, akiknek jóváhagyott körzeti erdőtervük van, az erdészeti hatóság által jóváhagyott körzeti erdőtervük van, vagy ilyennek az elkészítését kérelmezték az erdészeti hatóságtól a kérelem benyújtását megelőzően, azok, akik a saját területeiken folyamatosan betartják a kölcsönös megfeleltetésre vonatkozó irányelveket, illetve amikor a jóváhagyó vagy részben jóváhagyó határozatokat megkapják a naturális erdőkkel kapcsolatban, akkor 10 hónapon belül egy kötelező ezzel kapcsolatos oktatáson is részt kell venniük. A támogatás a Natura 2000-es magánerdőterületeken bekövetkezett korlátozásoknak az ellentételezésére kompenzációjára van, és az állományoknak a kora, illetve fafaja való továbbá a természetességi állapota szerint 43 eurótól egészen 230 euróig terjed hektáronként és évente.